Rólam annyit kell tudni, hogy én külföldön éltem és dolgoztam, 6 évig Angliában, különböző luxusszállodákban, és utána 2008. szeptember 1-ével jöttem vissza Magyarországra, mert nekem akkor született a kislányom, és akkor kezdtem együtt dolgozni Kovács Kristóffal a Dérinén, illetve akkor még Mini Bistro, akkor nyílott. Később átvettem mind a két konyhának a vezetését, 4 sikeres évet töltöttem ott el, és utána kerültem ki Ausztriába, Bécsbe, ahol jelen pillanatban a Bár Itáliának a konyháját vezetem. Most kaptunk egy szakácssapkát a Gold Meadow Kalauzban, ami egy nagyon-nagyon jó elismerés, mert gyakorlatilag egy év alatt sikerült megcsinálni. Illetve ugye a Dériné után, annak idején a Dérinében is sikerült egyet csinálni, tehát így már azért két országban van egy-egy, tehát az nem gondolom, hogy nem véletlen. Tehát nem véletlen, és nem gondolom, hogy nagy titkot árulok el, hogyha azt szeretném, hogy itt a régióban ez jövő kalauz, tehát a jövő évi kalauzban már benn legyen, mint egy sapkás legalább étterem, hiszen nem csak szálloda étterem vagyunk, hanem alakart étteremként is fogunk ugye működni. Hangsúlyozni mindenféleképpen szeretnénk hangsúlyozni, hiszen ahogy te is mondtad, hogy a tematikus szálloda, lesz 4-5 fajta afrikai fogás, de alapvetően nem ez lesz a fő attrakció, hanem egy olyan egyszerű, érdekes étlapot szeretnék összerakni, ami igenis vonza majd az embereket. Tehát szeretném, hogyha ide az emberek kijárnának, akár vacsorázni, akár ebédezni.